Sziasztok! Visszanem térő alkalom volt. Ma egy olyan promóciót fogtam ki, ami lehet, hogy soha életemben nem lesz többet. Egyet fizet, kettőt kap promóció. És hogy mit is vásároltam? Pontosan két pár zoknit. Tessék, itt van. Két fekete pár zoknit. Tök egyformák, de nem is ez a lényeg. Tehát 4x2 darab zokni. Ír rajta valami szöveget is. Itt a, írja, hogy csorap, sosete, tehát zokni, meg mit tudom én. Írja, hogy 50% bumbák, 35% valami nem tudom mi, meg antibakteriális, meg stb. Stb. A méret az nem lett. 40-41-es, írja rajta emberek, ott írja, 40-41-es, hihetetlen, ilyeneket ír rajta. Írja, hogy tratamentál volt aktív antériumok ellen, és anti nem tudom mik ellen. Szóval így néz ki a hátoldala. Nézzük meg szemből. Itt van egy szemüveges emberke rajta, aki ronda, és valami nagyon régi telefonnal hablatyol. Mondjuk nem tudom a digitális világban, mi köze van egy zokninak a digitális világhoz, de ez lesz az új trend. Ilyet fog minden YouTube-os ember csinálni. Itt van mi az már, nem tudom, a cégnév, Laron Regin. Tehát, és a másik az ugyanúgy néz ki, viszont a kép az kicsit élesebb, tehát jobb minőségű a videókártyája, így jobban látszik minden. Tehát bontsuk akkor ki egyszer az egyiket, segítségül hívom a jól megszokott ollónkat, kedves olló, sok mindenre jó. Haha, na, szóval beszúrjuk itt neki, tudjátok, ahogy szeretik, és el is vágtuk. Igen, ez van, kihúztuk, itt van, benne maradt a cérna is, nem tudom mennyire látszik, látszik, tökéletes, így van, kihajtottuk, ezt tehetjük akár ajtóra és kiírhatjuk rá, hogy így újrahasznosíthatjuk, hogy ne zavarjatok, hoppá, bocsánat, tehát hogy ne zavarjatok, stb. Itt van minden, rá lehet írni. Tehát itt van maga a zokni, itt egy kicsit hibásnak tűnik, de mindegy, megfordítjuk, nem látszik. Így van, itt van, látszik, szép, nagy, nyúlik is rendesen. Akár nagyanyánk is felveheti, meg mit tudom én. Tehát itt a másik is, nagyon egyformák. Azért lássuk, hogy hosszúságra egyformák-e, mert nem biztos. Így van, a hosszúságra is nagyjából egyformák, látszik. Nagyon sejmes tapintású. Szóval ilyen lehet vele verekedni is, ha összegumózzuk, meg is mutatom, hogy kell. Tehát így összerakjuk, így, és akkor ezzel lehet haigálni egymást. De ha kettőt is összegyűrünk egybe, akkor még hatásosabb. Komolyan mondom, ezzel lehet embert kergetni, főleg kisgyerekeket. Na, hát ennyi lett volna a bemutató, a másikat most nem szedjük szét, majd csak mikor bekerül a gépbe. Úgyhogy ennyi lett volna a videó. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, ott van az a vagyistyúk. Na, hát lájkoljátok a videómat, osszátok meg. Sziasztok!